Dobroveče i dobrodošli na 46. svečano proglašenje sportista godine Subotice. Jó estét kívánok és üdvözlöm Önöket Szabadka idei sportolójának soron lévő 46. ünnepélyes kikiáltásán. Izbor sportiste godine, pored promocije najboljih seniora, juniora, pionira i sportskih kolektiva, uključuje i dodelu posebnih priznanja sportskim kolektivima i pojedincima koji su u protekloj godini ostvarili zapažene rezultate, a nisu zaboravljeni ni klubovi koji slave vredne jubileje. Az év sportolójának megválasztása a legjobb senior, junior, pionír versenyzők és a legjobb klubok kikiáltásán kívül magába foglalja azon sportkollektívák és egyéni versenyzők elismerését is, akik az elmúlt évben jelentős eredményeket értek el, és nem feledkezünk meg az évfordulójukat ünneplő sportklubokról sem. Izbor sportiste godine je zajednička akcija Skupštine opštine Subotica, Sportskog saveza Subotice i NIP Subotičke novine. A 2006-os év sportolójának megválasztása Szabadka községi képviselőtestületének, Szabadka sportszövetségének és a Subotičke novine lapkiadó vállalat közös akciója. Večerašnju dodelu priznanja najboljim sportistima Subotice otvorit će predsednik opštine Subotica, gospodin Géza Kučera. A ma esti díjkiosztó ünnepséget Kučera Géza, Szabadka polgármestere nyitja meg. Poštovane dame i gospodo, poštovani sportisti, omladinci, juniori, seniori, veterani, svi oni koji vole sport i koji su se danas okupili ovde u ovom ogromnom broju, hvala vam što ste tu, što ste došli. Izuzetno je ponosno biti na čelu grada kao što je Subotica. Na čelu grada koja zna šta je tradicija, zna da poštuje, da čuva tu tradiciju. Brojka od 46 je veoma impozantna. Znači da u ovoj sredini se vodi jedna kontinuirana briga o svim oblastima življenja, pa tako i o sportu. O sportu koji je neizostavni deo života naše omladine, naših mladih, ali i odraslih. Opština Subotica je zato inicirala i podržava sve manifestacije koje su vezane za sport. Da li su to manifestacije koje su baš sportskog karaktera? Da je to izgradnja sportskih objekata, terena? Da li je to stipendiranje mladih? Ili davanje priznanja na kraju jedne godine, uspešne godine, baš što se tiče sporta, sve je to sastavni deo i našeg rada, našeg zajedničkog rada. Mislim da sam ambijent, velika većnica gradske kuće, je pravo mesto za ovakve svečanosti. Bez kritike, prošli put smo tu dodeljivali i pokrajinsku nagradu Jovan Mikić Spartak. Bilo nas je dosta, ali ovo danas videti stvarno je za srce melem. Hvala što ste došli. Želeo bih da iskoristim priliku da svim zaslužnim sportistima, onima koji su postigli izvanredne rezultate, njihovim trenerima, rukovodstvima klubova, klubovima, svima koji slave jubilej unapred čestitam na tim divnim rezultatima, da im poželim i dalje dobru sportsku sreću, da im poželim da imamo još bolje uslove za rad, za bavljanje sportom, da se što veći broj mladih uključi u sportski život umesto nekih drugih poroka. Mislim da je to jako važno i mi ćemo se truditi da stvorimo za to uslove. Hvala onima koji su prihvatili da budu sa nama zajedno i organizatori ove proslave, jer ovako u ove dane kad slavimo, mislim da treba odati nužno poštovanje svima onima koji su to zaslužili. Uz čestitke da iskoristim priliku i svim sportistima da poželim i srećnu novu godinu sa puno, puno dobrih uspeha. I sa ovim otvaram današnje proglašenje za najboljog sportistu godine u Subotici. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel üdvözlöm Önöket,
Köszönöm a lehetőséget, hogy én nyithatom meg a mai ünnepséget. Szabadka hagyományosan a sportok városa, és szeretne az maradni. Ehhez az önkormányzat mindig szívesen tette oda a vállát, tette oda azt, amit oda kellett tenni, hogy lehetőség legyen a sportolásra, a sporttal foglalkozásra. Én azt hiszem, hogy Szabadka büszke lehet az elért eredményekre, egyéni kategóriákban is, különböző korosztályokban, de ugyanúgy a klubmunkában, csapatmunkában is az elért eredményekre. Azt kívánom, hogy az elkövetkező időszakban legyen elég figyelmünk arra, hogy minden egyéni sportoló eredményt tudjuk kísérni, hogy tudjunk segítséget adni abban, hogy ilyen eredményeket érjenek el. Figyeljünk oda, és a fiatalokat mind tömegesebben kapcsoljuk be a sportba. Hisz azt hiszem, hogy a sportnak az egészség vonzata sokkal jobban tud segíteni a fiatalok nevelésében, mint esetleg más módszerek. Köszönöm mindenkinek, akik a szervezésben részt vettek, köszönöm önöknek, hogy ilyen szép számban ma este itt megjelentek. Azt hiszem, hogy büszkék lehetünk önmagunkra. Szabadkán rengeteg sport szerető ember van. Kívánok minden sportolónak nagyon jó egyéni eredményt. Kívánom azt, hogy valósuljanak meg azok a álmok, amit maguknak megálmodtak. Sikerüljön azt a lécet olyan magasra tenni, amit még át lehet ugrani. És hiszem azt, hogy mindannyiunkban lesz erő, hogy azokat a célokat közösen elérjük. Szeretném kihasználni az alkalmat minden sportolónak, kollektívának, sportmunkásnak, szervezőnek. Nagyon boldog új esztendőt kívánni. Olyan esztendőt, hogy jövő év végén itt állhassunk, és büszkék legyünk önmagunkra, megtettünk mindent a sport érdekében. Ezennel a mai ünnepi díj kiosztót megnyitom. Köszönöm a figyelmüket! Hvala, gospodine Kučeri. Köszönjük szépen, polgármester úr! Pročitat ćemo telegram čestitke koji je stigao od doktora Dana Korice, generalnog sekretara Sportskog saveza Srbije. Poštovani i dragi sportski prijatelji, želim ovim kratkim dopisom da vam se i ovim putem pridružim na svečanosti koju danas proslavljate u divnoj gradskoj kući, a povod je sport i uspesi vaših i naših sportista. Veoma mi je teško što danas ne mogu u ime Sportskog saveza Srbije i lično ime da čestitam svim sportistima i sportskim radnicima zavidne uspehe koje su postigli u ovoj godini. Molim vas, prenesite iskrene čestitke dobitnicima priznanja sa željom da se u Subotici stvaraju još veći šampioni i da sport dobije što bolje uslove kako bi na pravi način privuklo mlade i tako opština, vaš lepi grad i okolina, nastavila i dalje kontinuirano da stvara sportske šampione. Svim sportistima i sportskim radnicima želim novu, srećnu 2007. godinu. Generalni sekretar, dr. Dane Korica. Kedves vendégek és tisztelt sportbarátok! Engedjék meg, hogy ezen alkalommal ebben a gyönyörű Városháza teremben üdvözöljem önöket. Az alkalom pedig nem más, mint a sport ünnepe, az önök és a mi sportolóink ünneplése. Sajnálattal közlöm, hogy ma személyesen és Szerbia Sportszövetségének nevében nem tudok gratulálni a sportolóknak és munkatársaiknak az elért idei eredményeikért. Kérem, adják át szívélyes gratulációmat minden egyes sikeres sportolónak, azaz Serleg tulajdonosnak, hogy Szabadka területén minél több híve, győztese legyen a sportnak, jobb körülmények teremtődjönek, ami magához vonza a sportrajongókat, hogy ezáltal is a továbbiakban eredmények szülessenek. Minden sportolónak és munkatársnak boldog 2007-es évet kívánok. Tisztelettel dr. Dáne Korica, főtitkár. U konkurenciji za izbor najboljih je i ove godine bio veliki broj kandidata. Članovi žirija ove tradicionalne manifestacije nisu imali lak posao. Zato ćemo ih odmah na početku ove svečanosti predstaviti. Zamolit ćemo predsjednika žirija Andriju Romića, člana Veća Skupštine opštine Subotica zaduženo za sport i omladinu, da predstavi ostale članove žirija. A žiri elnöke Andrija Romić, Községi tanács, sport i ifjúság ügyeke megbízott tagja. Dobro večer, želim svima. Nije lako pričati pred ovolikom publikom i ovolikim brojem sportista.
15-člani žiri nije imao nimalo lak posao, ali pošto su to sve bivši i sadašnji velikani sporta koji su osvojili mnoge olimpijske, svetske, evropske, mediteranske, balkanske i državne rekorde, odnosno državne medalje, ću pročitati. Guslov Dušan, Milan Milousnić, Atila Kikić, Sreten Damjanović, Zoran Kalinić, Akoš Budinčević, Josip Marković, Momir Ćirić, Dragan Vujković, Jožef Kereši, Aleksandar Matković, Stipan Gal, Đorđe Dragojlović i Saša Rudinski. Nije bilo ni malo lako, ali smo ipak došli do jednog poretka koji će sigurno mnogima doneti lepe trenutke u daljem životu. Sigurno da je bilo ponekih grešaka, možda nisu svi, neće biti sigurno svi zadovoljni, a što ne treba da budu svi zadovoljni, jer ja mislim da onaj koji nije na ovoj listi treba se trudi da bude na ovoj listi, jer smatram da svi koji ćete dobiti današnje priznanje, da je to praktično jedna subotička sportska elita. Hvala. Prvo proglašenje sportista godine Subotice organizovano je 1961. godine. Ideja je nastala u sportskoj redakciji nedeljnika Subotičke novine i uspešno se realizuje već 46 godina. Prvi sportista godine Subotice bio je teniser Nikola Špear. Szabadkán az év sportolóját első alkalommal 1961-ben választották meg. Az ötlet a Subotičke novine sportszerkesztőségében fogant meg, és 46 éve sikeres. Szabadkán először Nikola Špear teniszező lett az év sportolója. Iz godine u godinu izbor najboljih sportista Subotice dobijao je sve više na značaju, a rasla je i potreba da se sadržaj proširi. Tako se od 1969. godine proglašavaju i najbolji sportski kolektivi, a prvo priznanje u ovoj kategoriji dobio je boks klub Spartak. Az évek során nőtt Szabadka sportolója megválasztásának jelentősége, ezért a tartalom bővítésére is szükség mutatkozott. Ezáltal választják meg 1969-től az év sportklubját is. A díj első nyertese a Spartacus Boxklub lett. Najbolji juniori biraju se od 1970. godine. Prvi najbolji sportista junior bio je gimnastičar Stipan Vojnić. A junior versenyzők közül 1970-től választják meg az év sportolóját Szabadkán. Az első junior győztes Vojnić Stipán tornász volt. Izbor najboljih pionira najmlađih sportista Subotice ustanovljen je 1976. godine, kada je najbolji bio plivač Tibor Rezmanj. 1976-tól a pionírok, azaz a legfiatalabbak közül is kikiáltják a legjobb sportolót Szabadkán. Az első évben Rézmány Tibor úszó minősült a legjobbnak. Pre svečanog čina uručenja priznanja najboljim sportistima, evo jednog lepog muzičkog intermeca. Sa nama je muzička škola Subotica i učenici srednje muzičke škole Marko Dulić, Luka Budinčević i Nenad Kostić, a sa njima je kao korepetitor radila Suzana Ivakić-Samardžić. Következi kozene i škola. Thank you.
Hvala muzičkoj školi. Hvala muzičkoj školi. Kosovo Ksipana Zana i škola Tanulo Inak. A pre nego što počnemo sa uručenjima priznanja najboljim sportistima Subotice u 2006. godini, da kažemo i da su organizatori ove manifestacije Skupština opštine Subotica, NIP Subotičke novine i Sportski savez Subotice. Pokrovitelj je Skupština opštine Subotica. Még mielőtt átadnánk az elismeréseket a 2006-os év legjobb Szabadka sportolóinak, elmondjuk önöknek, hogy a rendezvény Szabadka község képviselőtestülete, a Subotičke novine lapkiadóvállalat és Szabadka sportszövetsége szervezte. Az est védnöke Szabadka község képviselőtestülete. Szponzori ovog programa su... A szponzorok pedig a következők. JKP vodovodi kanalizácia, JKP parking, tržnica, samostalna trgovinska radnja Londri, Express Service, JP Toplana, Master Plus, TDR Novi Sad, Biro Market, Vine Štediše, PPG, javno preduzeće Palić Ludaš, Mio 2, stomatološka ordinacija Dr. Romić, Vinarija Čoka i Leonardi. Molimo radno predstavništvo večerašnjeg proglašenja sportista Subotice u sastavu. Andrija Romić, član veća opštine Subotica za sport i omladinu i predsednik žirija za dodelu priznanja sportistima godine. Kérjük a díjátadó ünnepség elnökségét, foglalja el a helyét. Az elnökség tagjai Andrija Romić, a községi tanács sport és ifjúsági ügyekkel megbízott tagja, egyben a díjakat odaítő zsűri elnöke. Aleksandar Matković, predsednik sportskog društva željezničara Spartak. Aleksandar Matković, a Spartakus, a vasutasok sportszövetségének elnöke. Attila Kikić, predsednik Skupštine Sportskog saveza Subotice. Kikić Attila, Szabadka sportszövetsége tanácsának elnöke. I Milan Mileusnić, predsednik Sportskog saveza Subotice, da zauzmu svoja mesta. És Milan Mileusnić, Szabadka sportszövetségének elnöke. Dok predstavništvo ne zauzme mesta, evo još par informacija vezanih za istoriju izbora najboljih sportista Subotice. Najuspešniji pojedinci ovog izbora u toku prethodnih 46 godina su rvač Boško Marinko i stonoteniser Zoran Kalinić. Obojica su ovo prestižno priznanje za sportske rezultate dobili po 5 puta. Mi alatt az elnökség elfoglalja a helyét néhány információ Szabadka sportolójának megválasztásával kapcsolatban. A legsikeresebb egyéni versenyzők az eddigi díjátadások történetében Boško Marinko birkozó és Zoran Kalinić asztali teniszező volt. Mindkettőjüket 5 alkalommal választották meg az év sportolójának Szabadkán. Zanimljiva novost za ljubitelje subotičkog sporta je i vest da će ovih dana izbor najboljih sportista Subotice dobiti i svoju web stranicu na adresi www.susport.org.ju. Web domen kreirala je Subotička agencija PR, a na ovoj adresi od sada ćete moći da nađete podatke i fotografije svih najboljih sportista Subotice od 1961. do danas. A szabadkai sportkedvelőinek fontos hír, hogy elkészült az év sportolójának megválasztásának weboldala is, címe www.susport.org.ju. A weboldal szabadkai PR ügynökség tervezte. A honlapon megtalálhatják az év sportolóinak fényképeit 1961-től napjainkig. Molimo sada gospodina Andriju Romića da pozdravi učesnike ove manifestacije. Kérjük Andrija Romića, od köszöntse a jelenlevőket. Svi ste nestrpljivi da pređemo na dodelu sportiste godine, rekao bih samo par reči. Glavni pokrovitelj, ko ste čuli, je opština Subotica, opštinsko veće za sport i omladinu, Sportski savez Subotice i medijski pokrovitelj Subotičke novine. Treba reći, što sam rekao i malo pre, zašto se vije elita sporta Subotičkoga. Treba reći da u Sportskom savezu Subotice imamo 96 aktivnih sportskih klubova, 12 granskih sportova, 4 sportska društva, gde se takmiči ukupno 5944 sportiste. U okviru ovoga organizovan je školski sport koji na godišnjem nivou učestvuje preko 7000 učenika. U prošloj godini je bilo tačno 7850 učenika koji su u suštini svi učestvovali na različitim opštinskim, međuokružnim, okružnim, pokrajinskim, republičkim takmičenjima i svi oni su ponikli i aktivni su članovi sportskih klubova. Opština Subotica je prošle godine, odnosno ove godine, podelila 35 stipendija, gde je
stipendija bila u visini od 3.500 dinara za sve sportiste jednako, zbog toga što smo imali određeni budžet od 1.700.000 dinara i da bi ga podelili u potpunosti, išli smo na svotu koja ne potpada porezu da bi maksimalno mogli da iskoristimo. Za 2007. godinu stipendije će biti podeljene u visini od 2 miliona dinara, mislim celokupno. Budžet za 2006. godinu je bio 30 miliona, što u odnosu na 2005. godinu bio povećan za 50%, a za 2007. godinu, ako se budžet usvoji, bit će podignut još za 20%, znači da će biti otprilike oko 36 miliona dinara. Po prvi put smo ove godine napravili klasifikaciju sporta u Subotici, gde je stručni savet koji je bio, čiji su članovi svi istaknuti sportski radnici, svi osvajači olimpijskih, svetskih, evropskih medalja, smo napravili klasifikaciju sporta gde će po toj klasifikaciji i sportovi, odnosno sportski klubovi, biti donirani od strane kluba. Što se tiče prve kategorije, to su svi praktično oni klubovi koji su premijer ligaši ili prvoligaši i koji imaju pravo učešća na određenim evropskim takmičenjima i koji imaju, koji se bavi sa što većim brojem omladine, odnosno pionira, znači imaju što veći broj mlađih kategorija. Na osnovu toga će biti u prvoj grupi, druga i treća grupa su ostali klubovi. Treba reći da je u toku 2005. godine 52 kluba bila donirana od strane opštine Subotica i bilo je još određenih takmičenja koji su po određenim nivoima i određenim zahtevima bili sponzorisani. Isto tu tradiciju ćemo nastaviti u 2006. godini. Odnosno 2007. godini treba reći istaći i to da smo do sada dobili, odnosno imamo pozitivno da će biti evropsko prvenstvo u šahu iduće godine za juniore i mlađe kategorije koje će biti organizovano tokom jula meseca. Imaćemo evropsko prvenstvo koje će biti u februaru mesecu, dvoranski hokej grupa C koje će biti organizovano u februaru mesecu i imaćemo jedriličarsko međunarodno jedriličarsko regatu koja će isto biti organizovano na evropskom nivou. Znači da će Subotica iduće godine stvarno imati puno velikih takmičenja, puno međunarodnih takmičenja i sigurno će puno doneti za popularizaciju sporta u Subotici, a i u široj okolini. Pre svega bih zahvalio što su prisutni gospodin Modest Dulić ispred pokrajine Vojvodine kao sekretar pokrajinskog za sport i omladino. Predsednik Konjičkog saveza Srbije za FEI i olimpijske discipline gospodin Petra Gilić. I drago mi je što je tu i gospodin Nikola Špear, koji su malo pre rekli da je bio prvi sportista godine davne 1961. godine. I mislim, najstariji aktivni sportista, jeste je veteran, ali još uvek aktivno se bavi sportom, to je gospodin Bala Laslo, koji je praktično još i dan danas aktivan sportista u veteranskom klubu Spartak. Skup će pozdraviti i Atila Kikić, predsednik Skupštine Sportskog saveza Subotice i Aleksandar Matković, predsednik Sportskog društva željezničara Spartak. A jelenlevőket most Kikić Attila Szabadka sportszövetsége tanácsának elnöke köszönti, és Aleksandar Matković a Spartakusz Vasutas Sportklub elnöke adja. Tisztelt sportolók, hölgyeim és uraim! Idejövet erre fényes rendezvényre, elég olyan összekúszált gondolatok, de érkeztem, mivel mindannyian úgy jó magam is, ugye az év vége felé, nagyobb erőt kell, hogy befektessük, hogy mindazokat a dolgokat, amit valamiféleképpen kiterveztük erre az évre, szeretnénk mindannyian azt valamiféleképpen, hogy be is fejezzük eredményesen. De egy pillanatban egy olyan kellemes érzés töltött el, hogy tudván arra, hogy egy ilyen fényes rendezvényre fogok ma érkezni, és aminek valamiféleképpen az aktív résztvevője is legyek. Egy olyan fényes rendezvényre, ahol valójában ünnepelünk, és valamiféleképpen visszanézünk mindazokra az eredményekre, amit a sportolóink valamiféleképpen ebben az évben elértek.
Úgy gondolom, hogy önök, akik itten részt vesznek, úgy, mint szülők, úgy, mint sportmunkások, úgy, mint újságírók, valamiféleképpen hozzájárultak ahhoz, hogy ezek az eredmények megtörténjenek. Ugye jó az, hogy ezeket a mindennapi szürke kis pillanatainkat egy ilyen ünneplés töri meg, és valamiféleképpen együtt örülünk annak, hogy Szabadka város és önkormányzata sportolóinknak és klubjainknak valamiféleképpen ebben az évben is sikerült egy nagyobb hozzáadással hozzájárulni ahhoz, hogy ilyen eredmények történjenek meg. Jó az, hogy ennyi ember és ennyi sportoló részt vegy ezen az ünnepségen, ez az is valamiféleképpen nyilvánítsa ki, hogy nem eresztettük meg, hogy az év sportolója rendezvénye valamiféleképpen ne legyen devalválódva. Mindig törekedtünk azt, hogy igenis, hogy azokat az eredményeket eredményezzük, vagyis jutalmazzuk meg, ami kimagasló, ami valamiféleképpen Szabadka hírnevét is öregbíti. Azt kívánom a pioníroknak, vagyis a legfiatalabb sportolóknak, hogy gratulálok az elét idei eredményeké, a serdülőknek azt, hogy csak így tovább, a földnős sportolóknak pedig ne hagyjátok abba, hisz a sporttal foglalkozni az egy nagyon hasznos és szép dolog. Köszönöm a figyelmüket! Ja ću gledati da budem nešto kraći od mojih prethodnika. U ime sportskog društva Spartak i svi članica sportskog društva Spartak koji, moram da kažem, na ovim dodelim priznanja su sigurno osvojili negde 80% nagrada i ujedno i da se zahvalim opštini Subotica što prepoznaje brend Spartaka koji ja uvek pričam da je to pravi brend po čemu je prepoznatljiva Subotica, to je Spartak, plave golube ili plavo-bela boja, jer Spartak može slobodno da stane rame uz rame velikim sportskim kolektivima, sportskim društvima kao što su Crvena zvezda, Partizan i eventualno Vojvodina. Znači mi imamo identičan broj klubova kao oni, to je 25 i mogu da kažem da veliki broj sportista koji nastupa u ovim klubovima je tokom 2006. godine postiglo stvarno dobre rezultate koje ćete sami videti ovde na ovoj dodeli. Zahvalio bi se naravno i svim ostalim sportistima i čestitam svim nagrađenima i poželeo bi uspešnu buduću 2007. godinu svim građanima Subotice kao i sportistima. Hvala vam lepo. I ove godine smo svečanost obogatili kratkim video zapisima o sportistima godine, koje ćete tokom proglašenja moći videti na video BIM-u. Svi su snimljeni u toku treninga tokom proteklih nekoliko dana. Želimo im uspešne pripreme i još uspešniju narednu godinu. Az ünnepséget az idén is rövid filmekkel tettük látványosabbá. A filmek, melyeket a kikiáltalás alatt vetítünk, az év sportolóit mutatják be edzés közben az elmúlt napokban. Ezúttal is kívánunk sikeres előkészületet és még sikeresebb évet mindannyiuknak. Priznanja će prvo dobiti najbolji pioniri Subotice u 2006. godini. A díjakat először 2006 legjobb szabadkai pionír versenyzőinek nyújtjuk át. Priznanja uručuje Nikola Špear, prvi sportista godine Subotice za 1961. godinu. Az elismeréseket Nikola Špear osztja ki, kit először választottak meg az év sportolójának 1961-ben. Na desetom mestu je Silvija Odri. Veslački klub Palić, druga na prvenstvu Srbije, prva na prvenstvu Vojvodine, druga u skifu za pionirke na takmičenju za Kupa Srbije. Odri Silvija, a Palići evezős klub versenyzője, második helyezést ért el az országos bajnokságon, első helyet a tartományi bajnokságon, a pionírok skifében pedig második lett Szerbia kupáért ívott versenyen. Deveto mesto. Stefan Kostadinović. Stonot
teniserski klub Spartak. Stefan Kostadinović ostvario je plasman od 3 do 4 mesta na prvenstvu Srbije kao i na prvenstvu Vojvodine, gde je osvojio i srebrnu medalju u dublu. Član je reprezentacije Srbije sa kojom je nastupio na takmičenju Pro Tour Slovačke. Stefan Kostadinović, Spartakus Asztali Tenisz Klub, harmadik és negyedik helyezést ért el az országos és a tartományi bajnokságon, ez utóbbi megmérettetésen páros versenyszámban ezüst éremmel tért haza. Szerbia válogatottjának tagjaként részt vesz Szlovákiában megszerzett Pro Tour tornán. Na 8. mestu Tivadar Kajdoči. Klub dizača tegova Spartak osvojio je prvo mesto na prvenstvu Srbije i prvo mesto na prvenstvu Vojvodine. 8. helyen Kajdoči Tivadar, Spartakus súlyemelő klub. Az országos bajnokság aranyérmese első helyezést ért el a tartományi versenyen is. Na 7. mestu Andrea Vince, šah klub Spartak. Okitila se srebrnom medaljom na šampionatu Evrope, a osvojila je i drugo mesto u šampionatu Srbije i Crne Gore. 7. Vince Andrea, Spartakus Shock Club. Ezüst éremmel tért vissza az Európa-bajnokságról, Szerbia bajnokságán második helyezést ért el. 6. mesto. Filip Tomović. Atletski klub Spartak osvojio je prvo mesto u trci na 300 metara na prvenstvu Vojvodine, kao i treće mesto u trci na 100 metara. U konkurenciji seniora je drugi u Vojvodini na stazi dugoj 400 metara. Na takmičenju za Kup Srbije bio je prvi na 300 metara. 6. Filip Tomović, Spartakus Atleta klub. Vajdaság bajnokságan első helyezést ért el 300 méteres síkfutásban, valamint 3. helyezést a 100 méteres síkfutásban. Senior kategóriában tartományi szinten második helyre került 400 méterre, Szerbia kupáért pedig első helyen végzett 300 méteren. Peto mesto Ana Miščević, jedriličarski klub Palić. Ana Miščević je prvak države u klasi Optimist. Član je reprezentacije Srbije sa kojom je učestvovala na evropskom prvenstvu u Holandiji. Ana Miščević je stipendista Skupštine opštine Subotica. 5. Ana Miščević, Palić, Vitorlás klub, az Optimist klasszis országos bajnoka, Szerbia válogatottjának tagjaként részt vett Hollandiában megszervezett Európa-bajnokságon. Anna Miščević Szabadka község képviselőtestületének ösztöndíjasa. Četvrto mesto, Dejan Stipić, gimnastičarsko društvo Partizan. Osvojio je drugo mesto u generalnom plasmanu na prvenstvu Srbije i prvo na prvenstvu Vojvodine, kadetski reprezentativac Srbije. 4. Dejan Stipić, Partizan Torna klub. Második helyezést ért el Szerbia bajnokságán, míg Vajdaság bajnokságán első helyen végzett. Szerbia kadét válogatottjának tagja. Treće mesto, Tijana Ajduković. Ženski košarkaški klub Spartak osvojila je zlatnu medalju na šampionatu Balkana u dresu kadetske reprezentacije Srbije. Sa ekipom Spartaka osvojila je 6. mesto na prvenstvu Srbije i 3. na prvenstvu Vojvodine. 3. Tijana Ajduković, Spartakus női košarlabda klub. A kadét válogatott tagjaként aranyéremmel tért vissza a balkáni bajnokságról. A Spartakus mezében 6. helyezést ért el Szerbia kosárlabda bajnokságán, és 3. helyezést a tartományi megmérettetésen.
mesto, Nataša Marčeta. Karate klub Okinawa, član opštinskog karate saveza. Osvojila je 14. mesto na svetskom prvenstvu u Tokiju. Na Evrokupu se okitila zlatnom medaljom u borbama, a na domaćoj sceni je osvojila zlatnu medalju u katama i borbama na prvenstvu Srbije, prvenstvu Vojvodine i u Kupu Srbije. Član je reprezentacije naše zemlje. Mašudik Nataša Marčeta, Okinawa karate kluba, község i karate szövetség tagja. 14. helyezést ért el a tókiói világbajnokságon, az európai bajnokságról aranyérmet hozott haza kumité kategóriában. Itthon pedig a kumité és a kata bajnoka lett országos megmérettetésen. Vajdasági bajnokságon és a Szerbia kupáért vívott versenyben hazánk válogatottjának tagja. Na prvom mestu u konkurenciji pionira Aleksandar Lipajić. Rvački klub Spartak. Ove godine priznanje najboljem sportisti pioniru ide u ruke mladog rvača Spartaka. Aleksandar Lipajić je prvi na prvenstvu Srbije, prvi na prvenstvu Vojvodine, a osvajač je i dva zvanična kupa Srbije. Takođe je bio najbolji i na međunarodnom turniru u Mađarskoj. Tokom sezone imao je preko 50 borbi. Első Aleksandar Lipajić, Spartakus Birkozó klub. Az idén a legjobb pionír sportoló Aleksandar Lipajić, a Spartakus fiatal birkozója lett. Aleksandar első helyezést ért el Szerbia bajnokságán, aranyéremmel ért vissza a tartományi bajnokságról, Szerbia kupájának kétszeres nyertese, továbbá legjobbnak minősült a Magyarországon megszervezett nemzetközi tornán. Több mint 50 alkalommal lépett versenyszőnyegre az idényben. És most fényképezés. Сейчас следи фотографии, Саня. Hvala najboljim juniorima. Stigli smo... Stigo smo i do ovogodišnje rang liste najboljih juniora. Következnek a 2006. év legjobb junior versenyzői. Priznanja će uručiti pokrajinski sekretar za sport i omladinu Modest Dulić. Az elismeréseket Modest Dulić, tartományi ifjúsági és sporttitkár adja át. Na 10. mestu je Renata Romić. Konjički klub Radanovac, dva puta četvrta na prvenstvu Srbije, na prvenstvu Vojvodine osvojila zlatnu medalju i jednu srebrnu medalju. U Novosadskoj ligi je bila dva puta treće plasirana, a dva puta je takmičenje završila na četvrtom mestu. Član je juniorske reprezentacije Srbije. Renata Romić je stipendista Skupštine opštine Subotica. 10. helyre került Romić Renata, Radanovac Lovász klub. Két alkalommal ért el negyedik helyezést Szerbia bajnokságán. Vajdaság bajnokságán egy arany és egy ezüst érmet nyert. Az Újvidéki ligában két alkalommal ért el harmadik helyezést. Továbbá kétszer végzett a negyedik helyen. Szerbia junior válogatottjának tagja. Renata Romić a községi képviselőtestület ösztöndíjasa. Na 9. mestu Amir Memišević. Fudbalski klub Spartak. Najbolji je strelac omladinske lige Vojvodine za 2006. godinu. Drugi je sa ekipom Spartaka na prvenstvu Vojvodine i učesnik polufinala Kupa Vojvodine. Priključen je seniorskoj ekipi Spartaka. Na širem je spisku reprezentacije Srbije. Amir Memišević je stipendista Skupštine opštine Subotica.
9. Amir Memisevic, Spartakusz labdarúgó klub. Vajdasági ifjúsági ligájának legjobb góllövője 2006-ban. A Spartakusz mezében második helyezést ért el a vajdasági bajnokságon. Vajdaság kupa döntőse. Felvették a Spartakusz senior csapatába. Szerbia válogatottja bővített listáján szerepel. Amir Memisevic, a községi képviselőtestület ösztöndíjasa. Osmo mesto, Sanela Tumbas. Ženski rukometni klub Radnički, rukometašica iz Bajmoka, kadetska i juniorska reprezentativka Srbije i Vojvodine. Osvojila je 3. mesto na otvorenom prvenstvu Srbije za kadetkinje, 1. na prvenstvu Vojvodine za kadetkinje i 3. u juniorskoj konkurenciji. Sanela Tumbas je stipendista Skupštine opštine Subotica. 8. Sanela Tumbas, Radnički női kézilabda klub. A Bajmoki kézilabdázó Szerbia és Vajdaság kadét és junior válogatottjának tagja. 3. helyezést ért el Szerbia kadét versenyző nyílt bajnokságán. 1. helyezést Vajdaság kadét versenyzőinek bajnokságán, valamint 3. helyezést a junior versenyzők megmérettetésén. Sanela Tumbas, a községi képviselőtestület ösztöndíjasa. Szedmo mesto, Robert Mester. Gimnastičko društvo Partizan, juniorski reprezentativac Srbije, član je ekipe koga je ovog meseca nastupila na prvenstvu Balkana u Izmiru u Turskoj. Osvajač je 2. mesta u generalnom plasmanu na prvenstvu Srbije i 1. mesta na prvenstvu Vojvodine. U kupu Srbije zauzeo je 2. mesto. Robert Mešter je stipendista Skupštine opštine Subotica. 7. Mešter Robert, Partizan torna klub. Szerbia junior válogatottjának tagja, részt vett a törökországi Izmirben e hónapban megszervezett balkáni bajnokságán. 2. helyezést ért el Szerbia bajnokságán, Vajdaság bajnokságán pedig aranyérmes lett. A Szerbia kupájáért vívott verseny 2. helyezettje. Mester Robert, a községi képviselőtestület ösztöndíjasa. Sesto mesto, Igor Berenyi, boxklub Spartak. Osvojio je 1. mesto na prvenstvu Srbije, a bio je 1. na prvenstvu Vojvodine i na takmičenju za kup Srbije. Član je reprezentacije Srbije. 6. Berényi Igor, Spartakus ökölvívó klub. 1. helyezést ért el Szerbia bajnokságán és Vajdaság bajnokságán egyaránt. Szerbia kupájának nyertese. Köztársasági válogatott tag. Na 5. mestu Sanja Orozović. Ženski košarkaški klub Spartak u dresu kadetske reprezentacije Srbije i Crne Gore osvojila je 4. mesto na evropskom prvenstvu A divizije u Slovačkoj i zlatnu medalju na šampionatu Balkana u Rumuniji. Sa ekipom Spartaka bila je petoplasirana u Srbiji. 5. Sanja Orozović, Spartakus női kosárlabda klub. Szerbia kadét válogatottjának tagjaként 4. helyezést ért el a Szlovákiában megrendezett Európa-bajnokságon, és aranyéremmel tért vissza a romániai Balkán-bajnokságról. A Spartakus csapatával 5. helyezést ért el Szerbiában. Četvrto mesto. Sonja Klisura. Ženski odbojkaški klub Spartak, član je juniorske reprezentacije naše zemlje sa kojom je osvojila zlatnu medalju na Balkanskom šampionatu u Rumuniji, bez jednog poraza. Na evropskom prvenstvu u nacionalnom dresu osvojila je 6. mesto. Sa ekipom Spartaka bila je 2. na prvenstvu Vojvodine i 2. u finalu Kupa Srbije. Sonja Klisura je stipendista Skupštine opštine Subotica. 4. Sonja Klisura, Spartakus női röplabda klub. Hazánk junior válogatottjának tagjaként aranyéremmel tért vissza Romániába megszervezett Balkán-bajnokságról egyetlen vereség nélkül. Az Európa-bajnokságon a nemzet színeiben 6. helyezést ért el. A Spartakus csapatával a dobogó 2. helyére került Vajdaság-bajnokságán, és 2. lett a Szerbia kupáért vívott megmérettetésben. Szonya Klisura, a községi képviselőtestület ösztöndíjasa. Ove godine na 3. mestu Miloš Balunović,
Jedriličarski klub Palić. Sa uspehom nastupa u jedriličarskoj klasi Fin. Bio je treći na prvenstvu Balkana, u domaćoj konkurenciji osvojio prvo mesto na prvenstvu Srbije, prvi bio i na prvenstvu Vojvodine i na takmičenju za Kup Srbije. Član je reprezentacije Srbije i stipendista Skupštine opštine Subotica. Horvodik Miloš Balunović, Polič Vitor Lásklub. Sikereket a Fin Vitor Lásklubban ért el. Harmadik helyezést ért el Balkán bajnokságon, első helyen végzett Szerbia bajnokságán, aranyérmes lett továbbá a vajdasági bajnokságon is, Szerbia kupájának nyertese. Miloš Balunović a községi képviselőtestület ösztöndíjasa. A sa njim će treće mesto ove godine podeliti Gabor Kasa, biciklistički klub Spartak. Iako najmlađi biciklista, standardni je član juniorske reprezentacije Srbije, a od naredne godine će biti i kapiten selekcije. Bio je 17. na šampionatu Evrope, u Evrokupovima zauzeo 8. mesto u ukupnom plasmanu. Na prvenstvu Balkana osvojio je 3. mesto. Prvi je na prvenstvu Srbije, prvenstvu Vojvodine, drugi u Kupu Srbije i treći u Ligi SCG. Gabor Kasa, stipendista je Skupštine opštine Subotica. Horvodik Kosa Gábor. Spartakusz kerékpáros klub. Annak ellenére, hogy a csapat legfiatalabb versenyzője, Szerbia junior válogatottjának állandó tagja. A jövő évtől pedig a csapat kapitánya. 17. helyezést ért el az Európa bajnokságon. Az Európa kupáért vívott küzdelem 8. helyezettje, valamint a balkáni bajnokság bronzérmese. Szerbia és Vajdaság bajnokságának első helyezettje, a Szerbia kupa verseny 2. helyezettje, az állami rangsor 3. helyezettje. Kasa Gábor a községi képviselőtestület ösztöndíjasa. Na drugom mestu Kristijan Kovač. Atletski klub Spartak, bacač koplja i diska. Na prvenstvu sveta u Pekingu osvojio je 28. mesto. U B grupi Kupa Evrope u Istanbulu bio je petoplasirani. Na šampionatu Balkana u Tripolisu u Grčkoj osvojio je 2. mesto. Prvi je na prvenstvu Srbije i Vojvodine. Član je reprezentacije Srbije. Kristijan Kovač je stipendista Skupštine opštine Subotica. Második Kovács Krisztián, Spartakusz atlétaklub. Diszkoszvetésben és gerelyhajításban ért el kiemelkedő eredményeket. A pekingi világbajnokságon 28. helyezést ért el. Isztambulban megszervezett Európa Kupa B csoportjának 5. helyezettje. A görögországi Tripolisban megszervezett balkáni bajnokság ezüstérmese. Szerbia és Vajdaság bajnokságainak első helyezettje. Szerbia válogatottjának tagja. Kovács Krisztián a községi képviselőtestület ösztöndíjasa. Mesto su ove godine podelile Lajko Bernadeta i Laura Vaš, veslački klub Palić. Veslački tandem sa Palića i ove godine beleži sjajne rezultate. Bernadeta i Laura su osvojile prvo mesto u šampionatu Balkana u dubl skulu za juniore. Prve su u Srbiji u konkurenciji juniorki, druge u konkurenciji seniorki. Na prvenstvu Vojvodine i Kupu Srbije osvojile su 2. mesto. Na svim međunarodnim regatama osvojile su jedno od prva 3 mesta. 3 godine za redom su standardne članice reprezentacije Srbije. Első Lajko Bernadetta és Vas Laura, Palić evezős klub. A palicsi klub evezős páros az idén is kiváló eredményeket ért el. Bernadette és Laura első helyezést ért el a junior versenyzők balkáni bajnokságának páros kategóriájában. Szerbia bajnokai voltak a junior versenyző kategóriájában, a senior versenyzők megmérettetésében pedig a 2. helyre kerültek. Vajdaság bajnokságán és a szerbiai kupán a 2. helyezést vívták ki. Minden nemzetközi regattaversenyen dobogós helyezést értek el. Egymás után 3 évben Szerbia válogatottjának tagjai. Thank you.
Najboljim sportistima Subotice u konkurenciji seniora priznanja će uručiti Andrija Romić, član opštinskog veća za sport i omladinu. Következnek a 2006-os év legjobb senior versenyzői. Díjakat Andrija Romić, a községi tanács sport és ifjúsági ügyekkel megbízott tagja adja át. Na 10. mestu je Kristina Češljar. Ženski odbojkaški klub Spartak. Tehničar i kapitan ekipe koju je predvodila do 4. mesta u prvoj A ligi i do finala Kupa Srbije. Ekipa Spartaka je prošle godine izborila plasman u osminu finala Kupa CEV, a ove godine učestvovala je u 3. kolu Top Teams Kupa u Rumuniji. Kristina Češljar, Spartakusz női röplabdaklub. A Spartakusz csapatának élén áll, mint technikus és kapitány, a Spartakusz negyedik helyre juttatta az első A-ligában és döntőbe a Szerbia kupáért vívott versenyen. A csapat tavaly a CEV kupa 8-at döntőjébe jutott, a 2006-os idényben pedig a romániai Top Teams kupa harmadik fordulójában vett részt. Deveto mesto, Silvester Nađ, klub dizača tegova Spartak. Višestruki je državni rekorder za mlađe juniore, juniore i seniore. Sa seniorskim timom je ekipni prvak države i pobednik Kupa Srbije za 2006. godinu. Član je reprezentacije Srbije. 9. Nagy Silvester, a Spartakusz súlyemelő klub tagja. Többszörös állami rekordot ért el a fiatalabb juniorok kategóriájában, de a senior szakításban is verhetetlen. A Spartakusz senior csapatával állami bajnoki címet vívott ki a csapatversenyben, és megnyerte a 2006-os Szerbia kupát. Válogatott tag. Na 8. mestu, Jelena Anđelković. Kuglaški klub Pionir, šampionka je Srbije u pojedinačnoj konkurenciji, a takođe i najbolja u našoj zemlji i u kombinaciji. Prvakinja je Vojvodine, član juniorske i seniorske reprezentacije Srbije. 8. Jelena Anđelković, Pionir Teke klub. Egyéni versenyben Szerbia bajnoka. Vegyes egyéni csapatversenyben pedig szintén kiemelkedő eredményeket ért el. Vajdaság bajnoka, Szerbia junior és senior válogatottjának tagja. Kapitán ekipe primio je priznanje umesto Jelene Anđelković, a na 7. mestu Lehel Nemet. Jedriličarski klub Palić. Sa velikim uspehom nastupa u kategoriji jedrenje na dasci formula windsurfing. Ima osvojeno prvo mesto na prvenstvu Srbije, drugo na prvenstvu Vojvodine i prvo mesto u Kupu Srbije. Član je reprezentacije Srbije. 7. Német Lehel, Palić Vitorlás klub. Kiemelkedő sikereket élt el a windsurf kategóriában. Szerbia bajnoka, Vajdaság bajnokságának második helyezést ért el, Szerbia kupájának nyertese, hazánk válogatottjának tagja. Šesto mesto, Nikola Sedlak. Šah klub Spartak, član je reprezentacije koja je zauzela 32. mesto na olimpijadi u Torinu. Sa ekipom je na prvenstvu Srbije bio drugoplasiran. Prvi je bio na brzopotesnom prvenstvu Vojvodine, a na ubrzanom prvenstvu drugi. Učestvovao je na finalnom takmičenju Kupa Srbije. 8. Nikola Sedlak, Spartakusz šah klub. Tagja a válogatottnak, melye 32. helyezést ért el a torinói olimpián. Csapatversenyben második helyezést ért el Szerbia bajnokságán. Első helyezést ért el Vajdaság gyorslépéses sakkbajnokságán, a Rapid bajnokságon pedig második lett. Részt vett a Szerbia kupája döntőjében. Peto mesto, Daniel Štefanek. Rvački klub Spartak osvojio je prvo mesto na prvenstvu Srbije i prvenstvu Vojvodine. Osvajač je Kupa Srbije, član reprezentacije Srbije. 5. Štefanek Daniel, Spartakusz birkozó klub. Első helyezést ért el Szerbia bajnokságán, valamint Vajdaság bajnokságán. Szerbia kupájának nyertese, az állami válogatott tagja. Četvrto mesto, Mihalj Pece.
Klub dizača tegova Spartak, višestruki je državni rekorder za mlađe juniore, a rekord drži i u kategoriji trzaja za seniore. Sa seniorskom ekipom kluba dizača tegova Spartak, ekip nije prvak države i pobednik Kupa Srbije za 2006. godinu. Član je reprezentacije sa kojom je na šampionatu Balkana osvojio prvo mesto. U trzaju mu je pripalo drugo, a u izbačaju treće mesto. Mihalj Peca je stipendista Skupštine opštine Subotica. Negyedik Peca je Mihály, Spartakos súlyemelő klub. Többszörös állami rekordot tart a fiatalabb juniorok és juniorok kategóriájában, azonban a seniorok között is szakításban. A Spartakos senior csapatával az állami bajnokság győztese lett, és a 2006-os Szerbia kupa nyertese. A válogatott tagjaként a balkáni bajnokság aranyérmese. Szakításban második, lökésben harmadik helyezést ért el. Peca Mihály a községi képviselőtestület ösztöndíjasa. Treće mesto dele Atila Koso i Atila Namestovski. Stonoteniserski klub Spartak. I ove godine su imali zapažene rezultate u dublu. Osvajači su bronzane medalje na šampionatu Balkana. Neprikosnoveni su na domaćoj sceni. Imaju osvojenu zlatnu medalju u dublu na prvenstvu Srbije i prvenstvu Vojvodine. Standardni su članovi reprezentacije. Atila Koso je stipendista Skupštine opštine Subotica. Harmadi Kosu Atila i Namestovski Atila, a Spartakus ostali tenisklub versenypárosa. Az idén is kiemelkedő eredményeket értek el a páros kategóriában. Bronzéremmel tértek haza a balkáni bajnokságról, hazánkban pedig egyszerűen verhetetlenek. Szerbia és Vajdaság bajnokságain páros kategóriában aranyérmesek. A válogatott állandó tagjai. Kószó Attila, a községi képviselőtestület ösztöndíjasa. Jovana Rad. Ženski košarkaški klub Spartak. Pravi je vođa tima koji je prošle godine osvojio 7. mesto u prvoj A ligi. Svaku utakmicu ove sezone završila je sa dvocifrenim učinkom. Okitila se srebrnom medaljom na Evropskom prvenstvu mladih reprezentacija do 20 godina održanom u Litvaniji. Második Jovana Rád, Spartakus női kosárlabdaklub. Kiváló csapatkapitánya a klubnak, mely az idén az első A-liga 7. helyezettje lett. Az idény mindegyik versenyén kiemelkedő eredményt ért el, 2 számjegyű gólarányjal. Ezüstéremmel tért haza a 20 éves életkor alatti válogatottak Európa-bajnokságáról Litvániából. Priznanje za najboljeg sportistu Subotice u seniorskoj konkurenciji ide u ruke atletičarke Dijane Ševčić. Dijana Ševčić, atletski klub Spartak, bez premca je u našoj zemlji u disciplini bacanja kugle. Osvojila je prvo mesto u B grupi Kupa Evrope održanom u Novom Sadu, 2 treća mesta na prvenstvu Balkana i na otvorenom prvenstvu u Grčkoj, kao i na dvoranskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini. Najbolja je u svojoj disciplini u Srbiji i Vojvodini. Osvajač je Kupa Srbije, stalni član reprezentacije Srbije. Első Dijana Ševčić, Spartakus Atléta Klub. A súlylökésben hazánkban egyszerűen verhetetlen. Az Újvidéken megszervezett Európa Kupa B csoportjának első helyezését ért el. 2 harmadik helyezést ért el a balkáni bajnokságon, valamint a görögországi nyílt tornán, akárcsak a Boszniában megtartott bajnokságon. Szerbiában és Vajdaságban a kategória legjobb versenyzője. Szerbia kupájának nyertese. Szerbia válogatottjának állandó tagja. Evo i najboljih u 2006. godini u konkurenciji klubova. Következnek a 2006. év legjobb klubjai. Priznanje uručuje Đorđe Dragojlović, urednik nedeljnika Subotičke novine. A díjakat Đorđe Dragojlović, a Subotičke novine heti lap szerkesztője adja át. Na trećem mestu je
Ženski košarkaški klub Spartak. Klub koji može da se pohvali da u svojim redovima ima desetak reprezentativki u mlađim kategorijama. Košarkašice Spartaka su zauzele 7. mesto u prvoj ligi. Kadetska ekipa Spartaka bila je treće plasirana na prvenstvu Vojvodine. Harmadik a Spartakus női košárlabda klub. A klub büszkén tudhat több mint 10 válogatott versenyző tagjai közül a fiatalabb kategóriákban. A Spartakus női kosárlabda csapat az első liga 7. helyezettje. Kadét csapat 3. helyezést ért el Vajdaság bajnokságán. Klub dizača tegova Spartak. Šah klub Spartak. Muška seniorska ekipa Spartaka osvojila je 2. mesto u Srbiji i 5. u Kupu Srbije i Crne Gore. Osvojila je plasman u Kupu evropskih šampiona. Seniorke su 2. u Srbiji i takođe su ostvarile plasman u Kupu evropskih šampiona. Klub dizača tegova Spartak i seniorska i juniorska ekipa su prvaci države u 2006. Od ukupno 24 državna rekorda, 4 su postavili seniori, 13 juniori i 14 mlađi juniori Spartaka. A második helyezés két klub osztja meg. Spartakus Sok klub. A Spartakus senior férfi válogatottja Szerbiában második, az államközösség kupájáért vívott tornán pedig 5. helyezést ért el. Jelentős eredményeket értek el az Európai Bajnokok kupáján. Női senior versenyzők Szerbiában a 2. legjobbak, jelentős helyen végeztek az Európai Bajnokok kupájáért vívott küzdelem rangsorán. Spartakus súlyemelő klub. A senior és a junior csapat egyaránt állami bajnok lett 2006-ban. Az összesen 24 állami rekordból 4-et a Spartakus senior, 13-at junior és 14-et a fiatal junior versenyzői állítottak fel. Najbolja ekipa u 2006-oj. Ženski odbojkaški klub Spartak. Odbojkašice Spartaka su osvojile 4. mesto u prvoj A ligi i 2. mesto u finalu Kupa Srbije. Ostvarile su i plasman u osminu finala Kupa CEV, a pre 10 dana nastupile su u 3. kolu Top Teams Kupa Evrope. Juniorska ekipa bila je 2., a kadetska je 1. u Vojvodini. A legjob klub 2006-ban a Spartakus női röplabda klub. A Spartakus röplabdázónői az első A-liga 4. helyezettjei és a Szerbia kupa 2. helyezettjei. A CEF kupa 8. döntőjébe jutottak. 10-valahány napja pedig az Európai Top Teams kupa 3. fordulójában vettek részt. A junior csapat 2., a kadét csapat pedig 1. helyezett Vajdaságban. Svečana dodela priznanja najboljim sportistima Subotice je prilika da se obeleže jubileji sportskih klubova. A díjkiosztó hagyományát követve most is megemlékezünk sportklubjaink évfordulóiról. Ove godine 60-godišnjicu postojanja obeležava jedriličarski klub Palić. Az idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a Palić vitorlás klub. Priznanje jedriličarima uručit će Aleksandar Matković, predsednik sportskog društva željezničara Spartak. Az elismerést a Vitorlás klub képviselőinek Aleksandar Matković, a Spartakus vasutas sportklub elnöke adja át.
Žiri za izbor najboljeg sportiste Subotice svake godine dodeljuje i posebna priznanja. A žüri az év sportolója megválasztása alkalmával minden évben külön díjakban is részesíti a szabadkai sport kiemelkedő képviselőit. Laureatima posebnih priznanja za 2006. godinu nagrade će uručiti Attila Kikić, predsednik Skupštine Sportskog saveza Subotice. A 2006-os év külön díjait Kikić Attila Szabadka Sportszövetsége tanácsának elnöke adja át. Dobitnici posebnih priznanja su... Külön díjban részesül. Elvira Janosi. Elvira Janosi, maratonka, za osvajanje prvog i trećeg mesta na šampionatu sveta u maratonu. Janosi Elvira, maratonfutó, a maraton világbajnokság első és harmadik helyezettje. Zoran Kalinić, stonoteniser veteran. Za osvajanje prvog mesta u dublu i trećeg u singlu na svetskom prvenstvu za veterane održanom u Bremenu. Zoran Kalinić, veterán asztalitenisező Brémában megtartott világbajnoksága páros kategóriájában elnyert első és az egyéni kategóriában elnyert harmadik helyezéséért. Iso Planić. Planinar, za izuzetne rezultate u usponima na najviše vrhove. Prošle godine osvojio je najviši vrh sveta, Mont Everest, na 8848 metara, a ove godine popeo se na dva vrha iznad 8000 metara, Gašerbrum i Gašerbrum 2, što ga je svrstalo u sam vrh svetskih alpinista. Iso Planić, alpinista kiemelkedő eredményeiért, a legmagasabb hegycsúcsok meghódításáért. Tavaly kitűzte az zászlót a Mont Everest 8848 méteres csúcsára, az idén pedig 8000 méternél magasabb Gašerbrum 1-es és Gašerbrum 2-es csúcsokat ért el, ezáltal az alpinisták világrangistájának élére törve. Planinarski klub Spartak. Za izuzetne rezultate koje je teško nabrojati jer su njegovi članovi osvajali sve najviše vrhove Srbije, Crne Gore, zemalja, bivše Jugoslavije i Balkana. Kao članovi vojvođanske ekspedicije, subotički planinari osvojili su najviše vrhove sveta. Članovi Spartaka proglašeni su za najaktivnije alpiniste i mlade planinare u Vojvodini. Članovi ovog kluba nosioci su zvanja vrhunskog sportiste saveznog ranga dodeljenog od Ministarstva za prosvetu, organizaciju trećeg međunarodnog turnira ITF za teniserke i nagradom fondom od 10.000 dolara. Palicsi Tenisz Klub, a harmadik 10.000 dolláros nyeremény alapú nemzetközi ITF női tenisztornak kiváló szervezéséért. Tenis klub Spartak za osvajanje prvog mesta na ekipnom državnom prvenstvu od do 14 godina i veliki doprinos razvoju tenisa, pogotovo u mlađim kategorijama. A Spartakus Tenis Klub a 14 éves életkor alatti versenyzők állami bajnokságán a csapatversenyben elért első helyezéséért, továbbá hozzájárulásait a sporták fejlesztéséhez, főként a fiatal kategóriák tekintetében. Muški odbojkaški klub Spartak za plasman u prvu A ligu nakon 10 godina drugoligaškog nadmetanja. A Spartakus férfi röplabda klub bejutásáért az első A ligába 10 évnyi küzdelem után a második ligából. Thank you.
imamo jednu malu ispravku. Zoran Kalinić bio je 6 puta sportista godine Subotice, 2 puta kao junior i 4 puta kao senior. Kicer volt junior is négyszer senior győztes. I na kraju, kao vrhunac ove svečanosti, tradicionalne prelazne pehare za najboljeg sportistu i sportski kolektiv Subotice u 2006. uručit će Geza Kučera, predsednik opštine Subotica. És végül, az est fénypontjaként a legjobb sportolónak és a legjobb sportklubnak járó vándorsellegett Kučera Géza Szabadka polgármestere adja át. Najbolji sportski kolektiv u 2006. godini. 2006. év legjobb sportklubja. Ženski odbojkaški klub Spartak. Spartakus női röplabda klub. Ženski odbojkaški klub Spartak osvojio je 4. mesto u prvoj A ligi i 2. mesto u finalu Kupa Srbije. Odbojkašice Spartaka ostvarile su plasman u osminu finala Kupa CEV, a pre 10 dana nastupile u 3. kolu Top Teams Kupa Evrope. Juniorska ekipa bila je 2. na prvenstvu Vojvodine, a kadetska 1. je u Vojvodini. Ekipu čine Kristina Češljar, Tatjana Bokan, Sanja Vuković, Danica Marković, Sanja Memišević, Sonja Klisura, Dubravka Stojanović, Marija Zelenović, Karolina Damjanović, Danijela Nikić, Vanja Šimić i Adela Helić. Najuspešniji sportista u 2006. godini je... A 2006. év legsikeresebb szabadkai sportolója... Diana Ševčić. Diana Ševčić je atletičarka Spartaka. Diana Ševčić, a Spartakus klub atletája. Spartak.